Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Segítségnyújtás, kellő mennyiségű lakást biztosít a szekszárdi önkormányzat a gázrobbanás áldozatainak. Nyakon szúrta a saját apját, gyűlöli az apját a támadó lány. Green Deal, a környezetvédelem kerülhet fókuszba az európai beruházásoknál. Lelki egészség világnap, illovasnak számít Magyarország az öngyilkosságok számát tekintve. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Folyamatosan érkeznek a felajánlások a szekszárdi gázrobbanás káros útjainak megsegítésére. Az önkormányzat illetékesei koordinálják az igényeket és a felajánlásokat. Az első lakásokat már át is adták azoknak, akik kérték az ideiglenes elhelyezést. A robbanás miatt 29 lakásban keletkeztek károk, 20-ban még az sem biztos, hogy valaha visszaköltözhetnek a lakók. Bodos Erika, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársa épp Macedóniában volt külszolgálaton. Az ő lakása is súlyosan károsodott, a helyszín elő kollégáitól tudta meg, mi történt. Nem egy leányálom, de hát gondolom senkinek, de innen kintről hallani, hogy már igazából nincs hova az a mennyél, az elég fájdalmas. Nem, nincs szükségem az önkormányzati segítségre, de azért köszönöm, mert hallottam róla, hogy van ilyen lehetőség, a szüleimhez tudok költözni, tudunk a költözni, mert fiammal élek együtt, 12 éves fiammal. Érkezik az első káros út az önkormányzat által felajánlott lakásba. Ők sem tudják, mi lesz a sorsuk a jövőben, de elfogadták a város felajánlását. Könnyek között azt mondta, egyelőre nem tudják feldolgozni a történteket. Ácsezső polgármester azt mondta, minden érintett számára megoldást találnak, és dolgoznak a felmerülő igények kielégítésén. A mai nap az első, amikor az első lakást oda tudjuk adni a rászorulóknak, vagy aki igénybe szeretné venni. Összesen ugye 10 plusz 3, tehát 3 nyugdíjas vagy idős 24 lakásunk van, illetve 10 másfél és 2 szobás közötti, ebből 6 azonnal beköltözhető. 4-nél csak egy egészségügyi fesztéssel van szükség, úgyhogy várjuk az igényeket és a további jelentkezőket. Tudatosan készültünk erre, amikor megtörtént a sajnálatos esemény, tulajdonképpen igazából ugye most az első olyan lakók költözik, ketten jelezték eddig egyébként, hogy szeretnének önkormányzat által biztosított lakásba beköltözni. Most az első beköltözés megtörtént, de biztos vagyok benne, hogy a következő napokban még többen fogják ez irányú szándékot majd felénk jelezni és igénybe venni ezt a szolgáltatást. Amennyiben szükséges a költözéshez, az önkormányzat gépjárművekkel és anyagi hozzájárulással is a károsultak rendelkezésére áll, mondta a polgármester. A károk felmérése és a javítási munkák is megkezdődtek a robbanásban érintett, de kevésbé sérült lakóházak esetében. A biztosító társaság 25 millió forintot utalt át eddig a közös képviselő számlájára az esetleges javítási költségek finanszírozására. A biztosító folyamatosan méri fel az igényeket, ugye az AVG-on a biztosítója az épületeknek, nem csak annak, ahol az esemény történt, hanem a környéknek is. Ők 25 millió forint előleget utaltak a közös képviselőnek a számlájára, vagy a közösségnek a számlájára. Nagyon sok üvegkár van. Egyszerre nem tudták felvenni, nagyon sok házszakértő van kint, és folyamatosan a környékbeli épületeket is járják. Van egy nevünk és egy telefonszámunk, ezt közé fogjuk tenni, és mindenkinek oda erre az egy telefonszámra kell jelezni a kárigényét. Az elmúlt napokban arról szóltak, hogy a közvetlen kárleállítás megtörténjen, tehát befóliáztuk, felakoztuk az ablakokat, nyilászárokat, hogy ne legyen éjszaka hideg. De nyilvánvaló, hogy a kárfelmérés után a helyreállítás meg fog indulni, tehát üvegesen együtt mennek egyébként a kárszakértők információink szerint, és nyilván a kapacitásokat le kell kötni, mielőbb itt legyenek cserélve ezek a nyilászárok. Az épület állagának megőrzése az egyik cél mindaddig, amíg a statikai vizsgálat el nem dönti a további sorsát, mondta Ács Dezső. Egyelőre arra készülnek a szakemberek, hogy megmentik az épületet. A Humánszolgáltató Központ munkatársai folyamatosan gyűjtik az adományokat és a károsultak igényeit. Az elkövetkezendő napokban egy raktárhelység nyílik majd a piac téren, ahová az adományokat összegyűjtik a szakemberek. Az adománygyűjtésnek, a segítségnyújtásnak ilyen szempontból a Humánszolgáltató Központ kollégái a felelősei. Az hivatalon belül a András kollégánk felel a műszaki dolgokért, illetve a például a költözhetésért, meg takarításért, meg minden ilyenért.
és sporthelyünkre felel a biztosításra a kapcsolatos ügyekért. Tehát mindenhol egy emberkel csak megjegyezés hozzá kell fordulni a segítségnyújtás ügyében. Az önkormányzat folyamatosan tartja a kapcsolatot a károsultakkal és az adományozókkal, összehangolva az igényeket és a felajánlásokat. Emellett mentálhigiénés szolgáltatás is kezdetét vette annak érdekében, hogy a sértettek fel tudják dolgozni a tragédiát. Kisbusz csapódott a szekszárdi Béla Király téri templom lépcsőjének pénteken délelőtt. A kocsiban ketten ültek, a balesetben egyikőjük sem sérült meg. A kisbusz azért hajtott fel a lépcsőkre, mert a sofőrje vezetés közben rosszul lett, majd elájult. Úgy tudjuk, még a mentők kiérkezésekor sem tért magához. Nyakon szúrta saját apját egy 18 éves lány Bölcskén. A brutális támadásban a lány anyja, a férfi felesége is részt vett, ő autóval még el is ütötte az áldozatot. Az ügyben most tartottak előkészítő ülést a bíróságon. Az előre kitervelt gyilkossági kísérlettel vádolt lány azt mondta, gyűlöli az apját, mert az kislánykora óta rendszeresen bántotta őt. Ebben a bölcskei házban lakott a nő és a lány, akik megpróbálták meggyilkolni a családfőt. A férfi már korábban elköltözött, mert nagyon megromlott a viszony közte és a 18 éves lány között. A két nő mégis azzal hívta át magukhoz az áldozatot, hogy ki akarnak vele békülni. Amikor a férfi megérkezett, a felesége befogta a szemét, majd azt mondta neki, ajándékkal készültek. Eközben a másodrendű vádlott a cipős szekrényhez lépett, ahonnan a jobb kezébe felvett egy kis fanyelű konyhakést, amely kb. 16 cm hosszúságú volt, a pengéje pedig hegyes és 7 cm hosszúságú, illetve a bal kezébe pedig egy flakon darázsító sprét. A lány szemből nyakon szúrta a befogott szemű apját, majd lefújt a darázsító szerrel. A férfi azonnal menekülni kezdett, de a két nő kalapácsokkal rontott rá. Végül az áldozat az utcára menekült, ahol futni kezdett. A lány ekkor gyalog, a felesége pedig a közös autójukkal kezdte üldözni, majd egyszerűen elütötte. A tér belső oldala szalagja teljesen, az előső kereszt szalagja részlegesen elszakadt, a sípcsont külső ízületi porc felszínén összenyúltásos törés alakult ki, mert sérülések 8 napon túlgyógyulóak, összességben kb. 8 hét alatt gyógyulóak. Ezt követően a sértett felvágódott a motorháztetőre, majd pedig onnan a szélvédőre csapódott. A férfi lánya most azt mondta a bíróságon, hogy kamaszkora óta gyűlöli az apját, mert a férfi rendszeresen bántalmazta őt, és azzal vádolta, hogy a lány miatt romlott meg a viszonya a feleségével is, ezért támadtak rá. Fizikailag csak eseti alkalommal, de érzelmileg, és szívesen folyamatosan bántalmazott, és ezt nem tudta minden ezen elviselni, és ez miatt kezdett megromlani a kapcsolatot, leginkább 13-14 éves koromban, olyan szinten 14 éves koromban, nem is nagyon tartózkodtam, ott inkább órákat sétáltam az utcán karakterbe is, csak hogy ne kelljen mellette lennem, mert nem tudtam elviselni azt, amit elmentett. A két vádlott fenntartotta a rendőrségen korábban tett vallomását, vagyis nem ismerték be, hogy előre kitervelten meg akarták volna gyilkolni a családfőt. Az ügyben ezért december 4-ére újabb tárgyalást tűztek ki. A környezetvédelem határozza meg leginkább Európa jövőjét, ez derült ki a Brüsszelben megrendezett Európai Régiók Hete rendezvénysorozaton. A cél, hogy 2050-re klímasemleges legyen Európa. Ribányi József, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, a Régiók Európai Bizottságának magyar delegáció vezetője a tiszta energia csomagról fogalmazott meg véleményt, melyet elsöprő többséggel elfogadtak a tagok a plenáris ülésen. Kohéziós politika, szolidaritás, közelebb vinni Európát a polgáraihoz, de mindenek előtt a környezetvédelem az, amire a következő években koncentrál majd az Európai Unió. Green Deal. Az elmúlt napok brüsszeli történései alapján ezt a két szót érdemes megjegyezni, hiszen várhatóan ez fogja meghatározni Európa jövőjét. A következő években, vagyis a 20-as évtizedben várhatóan 1000 milliárd eurót fognak költeni zöld beruházásokra, ami az Európai Uniós költségvetésnek mintegy 25%-a. Ez az elképzelés még sok emblematikus épületét megjárja majd Brüsszelnek, az viszont sokat mondó, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság novemberben hivatalba lépő új elnöke, már első felszólalásában kezdeményezte a Green Deal-t, és úgy tűnik, az unió politikusai hamar azonosultak is vele. A cél, hogy 2050-re Európa elérje a klímasemlegességet. A legalsóbb szinten a Régiók Európai Bizottsága októberi ülésén már több a témába vágó véleményt megfogalmazott. A testület. A környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem nem függhet a helyi és regionális önkormányzatok pénzügyi feltételeitől.
Elfogadták többek között a Ribányi József magyar delegáció vezető által kezdeményezett tiszta energiacsomagot is, melynek súlyát jelzi, hogy 45 módosító indítvány érkezett hozzá, melyek döntő többségét elfogadták, az egész előterjesztést pedig elsöprő többséggel szavazta meg a testület. Ezzel felhívták a figyelmet az önkormányzatok környezetvédelemben betöltött kihagyhatatlan szerepére. Nagy lehetőségeket rejt a zöldítés Európának, és ehhez mindenképpen az önkormányzatoknak hatalmas hozzájárulása lehet, hiszen mi vagyunk azok, akik építési engedélyeket adunk ki, hiszen mi vagyunk azok, akik közlekedési rendszereket üzemeltetünk, mi vagyunk azok, akik meghatározhatunk területfejlesztési és útfejlesztési koncepciókat. Úgyhogy mindenképpen együtt kell, hogy működjön a nemzeti kormányzat az önkormányzatokkal, az önkormányzati rendszerrel, hogy ezeket a célokat el tudjuk érni. Az Európai Unió 2021 és 28 közötti költségvetése viszont még korán sincs kész. Günther Oettinger, az Európai Bizottság pénzügyi tervezésért is felelős, leköszönő német biztosa ugyanezen az ülésen kifejtette, csak a Brexit miatt 84 milliárd euró fog hiányozni az unió büdzséjéből úgy, hogy a tagországok közül sokan nem akarják vállalni a magasabb befizetést. A hiányt így a költségvetés lefaragásával lehet kezelni, ami a mostani tervek szerint 5%-os csökkentést jelent a közös agrártámogatásoknál, és 7%-ot a felzárkóztatásra használható kohéziós pénzeknél, ami Magyarországot is érzékenyen érintené, a GDP 4,5%-ával lenne egyenlő az elvonás. A kohézió barátai közös nyilatkozatának szellemében mi magyar régiók azt akarjuk, hogy a kohéziós politika és a közös agrárpolitika finanszírozása szinten maradjon. Örömmel üdvözöljük az EP Költségvetési Bizottságának döntését, amellyel 3 milliárd euróval megemeltetnék a regionális fejlesztési források keretét. Kérjük, tartsák ezt az irányt. A költségvetést még most készítik elő. Günther Oettinger szerint november végére elérhető az előzetes megállapodás. Olyan tárolóberendezéseket telepít a helyi önkormányzat a szekszárdi lakótelepekre, melyek megakadályozzák az illetéktelen szemétlerakást. A lakók kezdeményezését karolta fel a város vezetése, és egy prototípust már ki is helyeztek a belvárosban. Jöttek, mentek emberek, ide ledobták a szemetet, és miután ledobták, akkor guberálók szétszették a zacskókat, kutyák, macskák meglepték, különböző rágcsálók, ami nem csak az, hogy nem szép, hanem tényleg nem higiénikus. Mondta az előzményeket a Kölcsei lakótelep egyik lakója. A környékbeli lakókon kívül a vállalkozások is ide hordták a hulladékokat. Az üzlettulajdonosok nem mindegyike rendelkezik szerződéssel a hulladékszállító gazdálkodó céggel, így aztán a náluk keletkezett hulladékot, ha lehet azt mondani, illegálisan lehelyezték a lakóknak a kukáinál, ami borzasztó állapotokat eredményezett. Ezen fog a város reményei szerint változtatni ez a tároló berendezés, melyhez a lakókon kívül a szolgáltatóknak lesz még hozzáférése, hiszen egy csípes rendszer segítségével lehet majd nyitni őket, mondta Ácsezső polgármester. A most átadott tároló egy prototípus, hamarosan minden lakótelepre telepít majd az önkormányzat hasonlót, megoldva ezzel azt a problémát, mely a hulladéktárolók környékén tapasztalható elsősorban egészségügyi és környezetvédelmi gondként jelentkezik. A Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás települései, miután Dombóvár 2015-től már nem vesz részt a közös munkában, még szorosabbá tették az együttműködést a térség fejlődése érdekében, hangzott el a közösség vezetőinek cikluszáró önkormányzati ülésén. Az utóbbi 4 év kézzel fogható, időarányosan megvalósult közérzetjavító beruházásai azt mutatják, összefogással, együtt gondolkodással, az önös érdekek háttérbe szorításával a Kaposmenti Kistérségi Társulás pluszokat hozó munkájának jóvoltából szinte minden település érzi a saját házatáján is a pozitív változást. Minden településnek megvan az a belső kohéziója, aminek mentén kiválasztódnak azok a beruházások, amelyeket ők legfontosabbnak tartanak. Amit mi tudtunk nyújtani ebben a rendszerben, a folyamatos őszinte párbeszéden túl egy olyan szakmai hátteret is, amelyet külön-külön nem tudtunk volna megteremteni, és alkalmatlanok lettünk volna rá. A népesség megtartásban fontos szerepet játszó óvodák, iskolák újultak meg. Sok helyütt megoldódott az egészséges ivóvíz és szennyvíztisztítás és kezelés évtizedes nyomasztó gondja. De emellett a munkahelyek megtartásában, illetve bővítésében is sikerült előrelépni a Kaposmenti Társulásnak. Egymásnak jó barátai lettek, és közösen gondolkoztak
a különböző fejlesztésekben a térség életét közösen képzelték el. Bemutatta önkormányzati képviselőjelöltjeit a Bonyhádi Egységben a Városunkért Egyesület. Az egyesület tagjainak az aktív közéleti szerepvállalás mellett a céljai között szerepel, hogy a városban élők mindennapjait meghatározó témákban folyamatosan hallassák a hangjukat, és a jövőben szeretnék elérni, hogy Bonyhád minél több részén valósuljanak meg a víz és a szennyvíz csatornák felújítása, valamint járta és útépítések. Lelki egészségnapot szerveztek a Szekszárdi Balassa János Kórházban. Magyarország világviszonylatban a második helyen szerepel az öngyilkosságok számát tekintve. Az október 10-i világnap célja a figyelemfelkeltés, valamint az, hogy felhívják a figyelmet a pszichiátriai problémákkal élőkre. Az életben nagyon fontos a belső egyensúlynak a megtalálása, ami segít átlendülni a hétköznapoknak a nehézségeit. Vagyis az ember mentális állapota is alapvető része egészségének, mondják a szakemberek. A Lelki Egészség Világnap célja, hogy a pszichológusok és pszichiáterek felhívják a figyelmet a mentális egészség fontosságára, és arra, hogy azért akár napi néhány perc mozgással is sokat lehet tenni. Többek közt a táncról beszéltem, amely a kognitív működésnek a vitaminja. Jól tudjuk, hogy egészségünknek a megőrzését és szellemi képességeinknek a megőrzését a mozgásformák közül leghatékonyabban a tánc képes megtámogatni. 40 másodpercenként megöli magát valaki a világon, évente 1 millió ember hal meg öngyilkosságban, és ennél 20-szor magasabb azok száma, akik megpróbálnak végezni magukkal, ám nem sikerül nekik. Kertész Ágnes, a Szekszárdi Balassa János Kórház osztályvezető főorvosa azt mondja, a lelki problémák többsége az emberek elszigeteltségéből fakad, és emiatt az ilyen betegségek gyakran nem oldhatóak meg kizárólag orvosi kezeléssel. Számunkra ezért is nagyon fontos ez a nap, hiszen a pszichiátriára mai napig egy kicsit úgy tekintenek, mint egy különbségre, és mi szeretnénk megmutatni azt, hogy ma a tudomány és a művészet eszközeivel is hogyan tudjuk segíteni a pacienseinknek a felépülését, hogy későbbiekben teljes egész életet tudjanak élni. Világviszonylatban tavaly Magyarország a második helyen szerepelt az öngyilkosság elkövetésének gyakoriságában. Regionális híreink következnek. Félnek a lakók a szágúdozóktól, lakóövezetté alakítatnák az utcát. Adminisztráció és gyakorlati kérdések, megújult a falugazdász iroda Mohácson. Tekcsajok, több mint 150 lány körében népszerűsítették a műszaki szakmákat. Életveszélyes az átkelés a pécsi Tildy Zoltán úton, ezt mondják a környéken élők. Szerintük az autósok nem veszik figyelembe a sebességkorlátozást, ráadásul az útest kialakítása miatt csak 1-2 méteres szakaszok láthatók be, így gyakoriak a koccanások, a parkolóból pedig szintén veszélyes a kiállás. Változtatást szeretnének, erről már értesítették a terület képviselőjelöltjét. Nagy tempóban közlekedik ez az autó a pécsi Tildy Zoltán utcában. Egy nagy kanyar itt az útszakasz. A gyalogosoknak figyelniük kell az átkelésnél. Zebra nincs ezen a részen, csak sebességkorlátozó tábla. Függetlenül attól, hogy 40-es tábla van kitéve az útvonalra, a gépjárművek nem nagyon tartják be ezt. Évente mondjuk erre a rendőrség reálisabb statisztikát tudna mondani, de amit én tapasztalok, minimum 2-3 baleset szokott lenni itt, hogy a gépjárművek a parkolóból állnak ki a gyorshajtás miatt, mert nem tartják a 40-es táblát. Ez a nő naponta többször sétáltatja a kutyáit a környéken. Azt mondja, fél átkelni az úton. Volt már párszor, hogy tényleg majdnem új baleset lett a vége. Most akár vegyük azt, hogy a kutyusok ugye körülményesebb velük átmenni, vagy akár gyerekkel. Tehát azért én is volt már olyan, hogy itt át akartam menni, és voltak, hogy 70-nel jöttek fölfelé, minimum. De a parkolás is veszélyt rejt magában ezen a környéken. Volt már olyan is, hogy ott a kanyarba tudtam például csak leparkolni, és hát életveszély ott kijönni. Nem is lehet ugye annyira belátni a kanyart, és ha valaki jobban jön, hát fékcsikorgás, gyakorlatilag napos sztori.
A Tildy Zoltán 10 szám alatt egy 170 lakásos lakópark van. Ők hívták fel a területen induló önkormányzati képviselő figyelmét a tarthatatlan állapotokra. Az utóbbi időben egyre több kérést kapok azzal kapcsolatosan, hogy az utcát tulajdonképpen lakópihenő övezetté alakítsuk, emellett fizikai akadályt is kell majd az autósok elé állítani, nincs egyetlen egy gyalogátkelő hely, nehéz átjutni, nagyon sok gyermek járt át a szomszédos játszótérre, zöld területre, sok a kutyás, akik a kutyafuttatóhoz közlekednek, és rendszeresek a koccanásos balesetek. Varga Péter azt mondja, a Városházán már megkereste a főépítést a lakók panaszával. A lakó pihenő övezeti alakítása a parkolók átalakítását, alacsonyabb, megengedett sebességet jelent, fekvő rendőrök kihelyezését, valamint az ott élők hajthatnának be. Jelenleg a közlekedési szakemberekkel azon dolgoznak, hogyan alakítható át a Tildy Zoltán utcában a közlekedés. Megújult egységes iroda várja Mohács és térsége gazdálkodóit. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdán átadott épületében falugazdász szakemberek nyújtanak segítséget az ágazatban dolgozóknak. Többek között adminisztrációs és gyakorlati kérdésekre is választ kaphatnak a gazdálkodók. Az átadó ünnepségen elhangzott, Baranyában a Mohács környéki földterületek a legjobb adottságokkal rendelkeznek. Megújult a mohácsi falugazdász iroda. Az ezt bejelentő tájékoztatón Hargitai János azt mondta, örül annak, hogy a kormányhivatalok belső felépítéséhez hasonlóan az Agrárkamara irodái is egységes képet mutatnak. A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a régióban kiemelten fontos a szakszerű segítségnyújtás ebben az ágazatban. Baranyában ez egy csodálatos agrártérség, az én választó körzetem, különösen az Boly Mohács térsége a nagyon jó adottságú földjeivel mindig is ilyen volt, és én egy jó ideje tudom, hogy az ország, vagy a választókerületen északi része Mágocs térsége is ilyen nagyon jó gazdákkal, erős cégekkel. A modern irodában az Agrárkamara három munkatársa nyújt segítséget a gazdáknak, legyen szó adminisztratív vagy gyakorlati kérdésekről. A gazdálkodóknak is igen pontos számadást kell adni, táblatos könyvet kell vezetni, sok minden olyan dolgot kell nekik nyilvántartást vezetni, amit itt a falugazdászoknak nagyon nagyba segíteni kell, oda kell figyelni, tanácsot kell adni, föl kell hívni a figyelmüket, mikor mit kell beadjanak, mikor milyen nyilatkozatot kell tegyenek. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási nagy lépés. Az eseményen elhangzott, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országszerte több mint 1000 településen van jelen, 200-nál is több saját használatú irodával. Ezek között szerepel a most megújult mohácsi hivatal. Több mint 150 középiskolás lány vett részt a harmadik Tech Csajok rendezvényen Pécsen. Az országjáró rócsó célja, hogy főként a pályaválasztás előtt álló fiatal hölgyekhez hozza közelebb a műszaki szakmákat. Mint az eseményen elhangzott, ma már nincs különbség lányos vagy fiús szakmák között. Idén harmadik alkalommal rendezték meg Pécsen a Tech Csajok elnevezésű eseményt az Expo Centerben. Az interaktív kiállítótérben főként középiskolás lányokat vártak. A rendezvény célja ugyanis, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatal hölgyek körében népszerűsítsék a műszaki, informatikai és természettudományos szakmákat. És hogyha azt nézzük, hogy a 21. század az a digitalizációra, a technológiáról, a smart technológiákról, a 5G technológiáról és minden ilyesmiről, a számítástechnikáról fog szólni, akkor nagyon fontos az, hogy ezek a fiatal lányok, ezek a valós választási lehetőséget megismerjék, hiszen az élet az erről fog szólni, most kell jó döntést hozni, most kell bátornak lenni. Az eseményen Medvegy Gabriella köszöntötte a több mint 150 résztvevőt. Mint a Pécsi Tudományegyetem egyetlen női dékánja, a műszaki és informatikai kar vezetője azt mondta, ma már nincs különbség lányos vagy fiús szakmák között. Nem arról kell már beszélni, hogy valaki fiú vagy lány, és milyen pályára kéne, hogy menjen, inkább az ebédet kavarja, vagy betonkockákat törjön, tehát már nem ennyire egyszerű a kérdés, hiszen ilyen szempontból teljesen mindegy, piacképes és jövőképes szakmákról, szakterületekről beszélünk. A rendezvényt minden évben, így idén is a Hauni Hungária Gépgyártó Kft. Támogatja. A cég ügyvezetője szerint az, hogy a fiatal lányok körében a műszaki pálya nem a legnépszerűbb, országszerte megfigyelhető. Ez Magyarországon látjuk a számokat. Egyébként az látható, hogy a felsőoktatásban már 50%-ot meghaladja lányoknak, fiatal hölgyeknek az aránya, de például a gépészmérnöki karon, amire nekünk elsősorban szükségünk van, ez az arány van, hogy csak 10% vagy ez alatti. A Tech Csajok program résztvevői a partnercégek standjainál próbálhattak ki érdekes és innovatív technológiákat. Bepillanthattak például a virtuális valóság világába, a robotika vagy a gépgyártás rejtelmeibe is.
Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Segítségnyújtás, kellő mennyiségű lakást biztosít a szekszárdi önkormányzat a gázrobbanás áldozatainak. Nyakon szúrta a saját apját, gyűlöli az apját a támadó lány. Green Deal, a környezetvédelem kerülhet fókuszba az európai beruházásoknál. Lelki egészségvilágnap, éllovasnak számít Magyarország az öngyilkosságok számát tekintve. Hétvégén reggelente előfordulhat kis körzetekben párásság, kötfoltok, majd erősebb fátyolfelhőzet, de ezek várhatóan mindenütt eloszlanak, mindkét nap túlnyomó részében napsütés, esetleg fátyolfelhőzeten át szűrt napsütés ígérkezik jellemzőnek. Gyenge lesz a déli légmozgás, több fokkal az évszakos átlag fölé emelkedik a hőmérséklet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, viszontlátásra!